megnézzünk most egy egyszerű 10x10-es fasit. Ezt talán nagyon egyszerű ennél résznél elkezdeni, ennél két darab kettes között ugyanis. Nem húzhatjuk mind a kettőt, viszont egyet be kell húznom, mert ebből a kettesből lefele már maximum egyet húzhatok. Tehát innen nem húzhatok jobbra kettőt, csak egyet. Ha kettőt húznánk, akkor egyik kettesből sem tudnánk tovább lépni. Viszont egyet húzhatok csak, lefele is csak egyet húzhatok, tehát akkor minden egyest is be kell húznom, meg be kell húznom. Aztán vegyük észre ezt a hatost itt, három darab kettes húzható ki, akkor ki is kell, hogy úgy lesz meg a hat. A kettesnek meg lehet mind a kettő, ebből a kettesből van csak lefele. Ebből a kettesből húznom kell egyet balra, amit a kettőt nem húzhatjuk le. Ebből a hármasból húznom kell egyet jobbra, húznom kell egyet lefele. Ebből a hármasból húznom kell felfele, illetve húznom kell jobbra egyet. Ebből a kettesből felfele minimum egyet kell húznom, mert mind a kettőt nem húzhatom jobbra. Ez az egyes már csak húzható, itt van egy hármas, ebből kell húznom egyet balra, meg kell húznom egyet fölfele, ez biztos. Ebből a négyesből fölfele csak egyet húzhatok, lefele csak egyet húzhatok, az kettő, jobbra pedig kettőt húzhatok, és az pont négy. Tehát be is kell húznom mindet. Ebből a négyesből már csak lefele húzhatom a kettőt. Igen. Ebből a hármasból a hiányzó harmadikat csak lefele, ebből a hármasból a hiányzó harmadikat jobbra. Ebből a kettesből lefele már csak egyet vihetek, maximum, tehát ide hoznom kell egyet, ez biztos. Ebből a kettesből a hiányzó másodikat már csak húzhatom. Itt már csak balra húzhatok egyet, ha balra már csak egyet húzhatok, tehát akkor jobbra minimum egyet be kell húznom. Ebből a hármasból egyet jobbra be kell még húzni, mert biztos. Ebből a kettesből a hiányzó másodikat behúzhatom. Innen már csak egy hiányzik, de ezt nem tudom még, hogy hol fog menni, az az egy. Tehát ebből a, viszont ez azt jelenti, hogy ez maximum már csak egyes vonal lehet, így aztán a kettesnek a másodikja már csak itt lehet, tehát ide muszáj ezt összekötnöm. Így aztán ez a hármas már csak felfele húzható, a hiányzó, egy darab vonal, és akkor lefele kell még egyet. Ennek meg lett, tehát akkor ez a négyes, ez már csak úgy húzható be. Még hiányzik kettő, ide csak egyet húzhatok, tehát felfele húznom kell egyet. Így aztán ez a kettes most már egyértelmű, hogy csak felfele húzható a másik vonalon. Ennek a hármasnak a hiányzó harmadik, csak felfele húzható, ennek a hármasnak még hiányzik kettő, balra csak egyet.
be is kell. Ennek a kettesnek a hiányzó második, csak jobbra húzható. Ennek a négyesnek a hiányzó negyedik jelenleg. Fölfele húzható, ennek a hármasnak a hiányzó harmadik. Fölfele húzható, ennek a kettesnek a hiányzó második már csak. Fölfele húzható, ennek a kettesnek a hiányzó második. Fölfele húzható, ennek a hármasnak a hiányzó harmadik pedig már csak. És ezzel ezt a 10x10-es hasit be is fejeztük.